éves koromban elveszettem a nagyapámat, illetve hogy édesanyám súlyos beteg lett, és akkor ez, hogy az ő életét megmentették, akkor a hatást váltott ki belőlem, vagy jelentett nekem, hogy akkor úgy éreztem, hogy én is ezt szeretném csinálni, embereken szeretnék segíteni. Házi orvosként gyakorlatilag 17 éve dolgozom a városban, innen elkerülve Szegeden a Radnóti gimnáziumba, speciális osztályba jártam, egy ilyen biológiás osztályba, ott érettségiztem, és hát onnan kerültem aztán az egyetemre. Az egyetemi felvétel nem volt egyszerű, 2 évet is dolgoztam közben. Itt a megyei kórházban voltam segédápoló, majd a mentőszolgálatnál dolgoztam, ami aztán annyira tetszett, hogy 2-szer is így az egyetem alatt visszamentem nyári időszakba mentőzni. Egy kicsit szélesebb körű tevékenységet szerettem volna végezni, és gyakorlatilag így esett a választás a házi orvoslásra. Ekkora a kihívásnak még az idősebb kollégák se voltak, úgy gondolom, kitéve, hiszen valamennyiünk életében ilyen jelentős pandémiával járó járvány nem volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy helyes az a felvetés, amit az egyik kollégám megfogalmazott, hogy igazából most váltunk igazából orvosokká, hiszen egyszerre nagyon sok mindent kellett figyelembe venni, illetve kezelni. Tehát a covidos betegeknek a szűrése, utógondozása mellett ugye ott volt a többi esetünk is, úgymond a klasszikus háziorvosi betegek, és ezen kívül beindultak a védőoltások, illetve a védőoltásoknak a szervezése. Hát ezek önmagukban külön-külön embert kívántak volna, ezt a háziorvosok gyakorlatilag komplexen kellett, hogy biztosítsák hónapról hónapra. Nagyon meglepődtem, mert igazából semmi különösen nem számít az ember egy ilyen verkli során, amiben itt az elmúlt fél-háromnegyed évben részünk volt. És úgy gondolom, hogy ezt a díjat bárki, aki az alapellátásban dolgozik, megkaphatná, függetlenül attól, hogy az alapellátás melyik szegmensében, tehát gyerekorvos, háziorvos vagy fogorvos, de oda tette magát itt a járvány elleni védekezésben, illetve a védőoltások szervezésében és kivitelezésében ugyanúgy megkaphatta volna. De ugyanígy a kórházban teljesítő, erőn felül teljesítő kollégák és szakdolgozók is, akik szintén a Covid járvány idején naprakészen bármikor felhívhattuk őket, bármikor segítséget nyújtottak, bármikor elfogadták a betegeinket, ugyanígy megérdemelhetnék.